A magyarországi illiberális demokrácia egy olyan rezsim, ami félúton van a demokrácia és a tekintélyelvű rendszerek között. Ez derül ki a washingtoni székhelyű non-profit szervezet, a Freedom House idei jelentéséből. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője híradónak erre úgy reagált, hogy az Orbán kormány elmúlt 8 évben elért politikai sikereiben komoly része volt az ehhez hasonló jelentéseknek. Az ellenzéki pártok, a független média, a civil szervezetek elleni támadásokból norma lett Közép- és Kelet-Európában, ahol az illiberális politika térnyerése aláássa a demokrácia alapjait. Olvasható a Freedom House legfrissebb jelentéséből. A washingtoni székhelyi non-profit szervezet idei beszámolója szerint a miniszterelnök által 2014-ben meghirdetett illiberális demokrácia alapvetően visszatérés a gulyás kommunizmus politikai gyakorlatához, amelyben az állam egységet alkot a párttal. Az elemzés szerint Magyarország a hibrid rezsimmé válás határára jutott, ami éppen félúton van a szilárd demokrácia és a tekintélyelvű rendszerek között. A Fidesz frakció vezetőit nem lepte meg ez az összegzés. Megszoktuk ezeket a jelentéseket. Az elmúlt 8 év politikai sikereiben komoly része van annak, hogy különböző szervezetek Magyarországgal szemben teljesen elfogult az ellenzéket, nyíltan vagy kevésbé nyíltan támogató jelentéseket adnak ki. Ha a további politikai sikereinknek ez lesz a titka, akkor köszönjük az ehhez nyújtott segítséget. Az MSZP távozó elnöke ennél kritikusabb volt. Azt gondolom, hogy egy klubba, ha belépünk, akkor nem lehet, hogy leesszük a kaviát az asztalról, és amikor pedig a nehézségek vannak, akkor pedig odébb állunk. Tehát változtatni kell, egyébként Magyarországnak súlyos problémái lesznek a világban. A két politikus ezután egymással is vitába szállt a Friedrich Ebert Alapítvány és a Political Capital közös rendezvényén. Ez a választási kampány során nem sűrűn fordult elő. Gulyás Gergelyt esetleges kormányzati szerepvállalásáról is faggatták. Nekem ilyen ambícióm, célom nincs, és ha saját véleményem számít, akkor Trócsányi professzor úr további igazságügyminiszteri szolgálatát támogatnám. Szóba került, hogy változhat-e az ellenzék és a kormánypártok viszonya a következő ciklusban. Az MSZP távozó elnök azonban hamar lehűtötte a várakozásokat. Azt kezdi el itt mindenki mondogatni, hogy ebben a formájában ez a parlament nem tud legitim módon működni. Úgyhogy az a kérdés vetődik fel, hogy a Fidesz milyen döntést fog hozni a következő időszakban. A kétharmadával már mindjárt az elején tovább faragja azokat a jogosítványokat, amik a parlamentnél vannak, továbbra is gyengíti a parlamentnek azt a szerepét, amit be kellene tölteni a magyar társadalomba, akkor azt gondolom, hogy nemhogy egy ilyen választókörzet átalakításban, ennél súlyosabb dolgokban sem biztos, hogy kell az ellenzéknek legitimálni ezt a hatalmat. A vitára meghívták Szél Bernadettet, az LMP társelnökét is, ám ő végül nem vett részt a fórumon.